Az új parkolási rendelet lényege, hogy eddig a piac környékén alkalmazott 6-18 órás, illetve a belváros nagyobb részén használt 8-18 órás várakozási idő mellett bevezetik a 20 óráig terjedő várakozási időt is az indokolt helyeken, elsősorban a belvárosi utcákban. Átalakul a nyugdíjasoknak adott kedvezmény is, főképp a tapasztalt visszaélések miatt. A Városháza információi szerint több száz olyan idős ember kapott évente olcsó bérletet, akinek még jogosítványa sem volt. A kedvezményes parkolás lehetőségével valójában családtagjai kéltek. Ezentúl csak az kaphatja meg az évi 4800 forintos kedvezményes parkolás lehetőségét, akinek a saját nevén van az autója, van érvényes jogosítványa és elmúlt 65 éves. Feltétel továbbá a kecskeméti lakóhely, és figyelik azt is, hogy a nyugdíj összege nem haladhatja meg a 200 ezer forintot. Megszűnik a zöld rendszáma autók ingyenes parkolása. Ma már közel ezer ilyen jármű van Kecskeméten. Ezek közül 50%-os bérletvásárlási kedvezményt kaphatnak azok, amelyek tisztán elektromos meghajtásúak és tulajdonosuk Kecskeméti lakóhelyen rendelkezik. Megmarad a 15 perces parkolási lehetőség, de emelkednek a díjak. A drágább övezetben 400-ról 500 forintra, míg a másikban 320-ról 360-ra emelkedik a tarifája az egy óra. Várakozásnak. A negyedórás díj 80-ról-90-re, a másik zónában 100-125-re változik. Az új parkolási rendelethez kapcsolódik, de külön rendeletben szerepel majd, hogy emelkedik a városrendészet önköltségi havi díja is 400-ról 1000 forintra, vagyis az eddigi éves 4800 forintos díj 12000 forintra nő. Ez lényegében a nyugdíjas bérletek és a lakossági lakóhely melletti bérletkiadások emelkedését jelenti. Mindezt a városrendészetnél tapasztalt működési és bérköltségek emelkedése indokolja. A bölcsödék és óvodák melletti kedvezmények megmaradnak. Dr. Homoki Tamás alpolgármester a közgyűlésen bejelentette, hogy a zöld rendszáma autókra csak 2023. január 1-től vonatkozik az új szabályozás, mindenki másra december 10-től lesz érvényes. Az előterjesztő elmondta azt is, hogy a parkolási költségek csökkentése érdekében kiterjesztik a kecskemét kártya felhasználási módját, amely így a bérletek esetében is 10%-os kedvezményre jogosítja fel tulajdonosát, sőt Kopping Rita baloldali képviselő javaslatára a kártya 10%-os kedvezménye a városrendészet önköltségi havi díjára is igénybe vehető majd. Amikor mi itt ebbe a terembe bármiről döntünk, akkor figyelnünk kell, a választók, a kecskeméti polgárok egyéni érdekére, de legalább ilyen mértékben figyelni kell a közösségi érdekre. Az előterjesztés kapcsán Leyer Zoltán ellenzéki képviselő arról beszélt, hogy szerinte az új parkolási rendelet révén nem szabadulnak fel várakozó helyek, és az nem is igazságos szerintem érdemes lenne negyed év múlva megnézni, és akkor kiderül, hogy a vitába, amit lefolytattunk két órán keresztül amúgy a bizottsági ülésemen, kinek lett igaza a végén, hogy sikerült, sikerült, elhozta a célt ez a parkolási rendelet, vagy nem sikerült, és tovább kell gyúrni a parkolási rendelentünket. Pászti András képviselő azt hangsúlyozta, hogy mindenképpen szükség van a szabályozásra, mert egyre több az autó. A nyugdíjasok kapcsán pedig megjegyezte, a korábbi elképzelést felülírva 130-ról 200 ezer forintra emelkedett a nyugdíjas kedvezmény összeghatára. A polgármester ehhez kapcsolódva hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasok esetében az a cél, hogy minél többen használják a számukra ingyenes tömegközlekedést. Szemereiné Pataki Klaudia megjegyezte a mai napig egyedülálló kecsemét azzal, hogy a parkolási rendeletében szociális érzékenységet épített be a nyugdíjasokra vonatkozó kedvezmény révén. Fájdalmas döntéseket kell néha hozni, de megpróbáltuk megkeresni ebben az arany középutat, és remélem, hogy a nyugdíjasok többségének nagyon nagy gondot nem okozunk ezzel, de kérem a megértésüket és az együtt gondolkodásukat. Az előterjesztést végül 11 igen és 4 nem szavazattal fogadták el a jelenlévő képviselők.